Vendégváró, a VGKE hangos hírmondójának riportsorozata. Kultúra, szórakozás, közélet, megküzdési stratégiák a két műsorvezetővel, Bönde Katalinnal és Miksvédai Csabával. Vendégváró. Online adások, nem csak online témákról. A VGKE hangos hírmondójának vendégváró rovatával üdvözli Önöket Bönde Katalin és Miksvédai Csaba. A mai műsorunkban egészségügyi témáról beszélgetünk majd. Köszöntöm is műsorvezetőtársamat és visszatérő vendégünket. Sziasztok! Jó egészséget kívánok mindenkinek, és köszöntöm a telefonvonal túl végén dr. Kis Jánost, akivel megküzdési stratégiáról, mégpedig a szervezetünk megküzdési stratégiáiról fogunk beszélgetni, az immunrendszerről, a vitaminokról és az általános egészségügyi állapotunkról. Szervusztok! Szervusz! Tavasszal már volt egy hosszabb lélegzetvételi beszélgetésünk a COVID-19-ről, a koronavírusról, a védekezésekről. Lehet tudni, hogy az orvosi rendelőkben többnyire azzal fogunk találkozni, hogy az influenza elleni oltással sem állunk valami izmosan jelenleg, illetve a COVID-ra a szérum még nincs meg, ezért semmi más nem tudunk tenni az általános védelmi intézkedések betartása mellett, mint hogy valahogy megerősítsük az immunrendszerünket vagy a szervezetünket, amennyiben ez lehetséges. Mi is az az immunrendszer? Nagyon-nagyon fontos téma ez, és tényleg nagyon jó ötlet volt, hogy ezt felvetettétek. Kezdjük magát a fogalmat, hogy valahol tényleg helyen legyen ez a dolog. Maga az immunis szó az egy latin szó, ugye hát ezt se ejtenénk. Két M-mel ezt ezért mondom el, mert sokan úgy ejtik, hogy immunitás, de ez nem igaz, immunitás. Maga a szó az immunis, az tulajdonképpen mondom latin szó, azt jelenti, hogy adótól mentes személy, tehát akinek nem kell adózni, mert annyira szegény, vagy éppen valamiért fölmentették az adótól, ugye az ókori Rómába, azok az immuniszok. Az immunitás pedig azt jelenti, hogy mentesség valamitől, akár adótól, közterhektől, stb. Na most, ezt a biológiában ugye úgy használjuk, hogy mentesség a betegségektől, fertőzésektől, és hát a mentesítés is ide tartozik, tehát hogy valamilyen módon a szervezet védekezzen a különböző fertőzések, a mikroorganizmusok, a kis kórokozók okozta fertőzések, hatások ellen. Van is ilyen tudomány, hogy ezt hallottatok ilyenről, hogy immunológia pontosan ezzel a problémakörrel foglalkozik. Na most érdekes a biológiai alapja, és nagyon fontos, hogy Csabi mondja, hogy egy kicsit világítsuk meg ennek a lényegét először. A biológiai alapja, lehet, hogy is meglepődtök, de egy nagyon egyszerű dolog. Először is egy élőlénynek legyen az egy sejtő, aki a pohár vízbe úszkál, legyen az egy gomba, egy bármi, egy hangya, bármi, akár a mi sejtjeink. Első az, hogy fel kell ismerni saját magát. Tehát az az alap, hogy saját magát tudja felismerni, a saját fehérjéjét. Ugye van az a gyerekkori vicc, talán sokan emlékeztek rá, csak az elejét mondom, a folytatás nem, hogy én vagyok, én, te vagy te. Tehát, hogy én felismerjem magam, és akkor tudom magam elkülöníteni a másik élőlénytől. Ezt úgy is lehetne értelmezni, hogy minden fehérjé, minden élő sejtnek, szervezetnek van úgymond rendszáma, és azt ő tudja, és ha attól a rendszámtól eltérő élőlény van a közelében, vagy különösen, hogy hozzáér, vagy bele akar jutni, akkor azt ő érzékeli. Ez ugye az alapja ennek a folyamatnak. Na most hogy történik, ugye most akkor egy kicsit kihegyezzük a dolgot, akár a koronavírusra, akár egyáltalán a felső légúti fertőzésekre, mert ugye a légútjainkon találkozunk leggyakrabban különböző idegen lényekkel, persze máshol is, bőrünk, stb., de most ebben hadd ne menjünk bele, de a légútjainkon találkozunk a leggyakrabban, hát hogyan kerül ugye belénk, ahogy tavasszal is beszéltük, mindenki tudja, beszívjuk nagyon szépen, beszívjuk a koronavírust, meg az influenzavírust, meg az egyéb vírusokat, és ezek ott lesznek az orrunk nyálkahártyáján, attól függ, hogy mennyire veszünk levegőt, mennyi vírus van a környezetünkben, azt be fogjuk szívni, és a nyálkahártyánk rá. Na most mit csinál az immunrendszer? Hát ugye ott állandóan a fehér sejtek cirkálnak a nyálkahártyáinkon, és megtalálják, egyszerűen beleütköznek, megtalálják,
és érzékelik, hogy kvázi más a rendszáma ennek a vírusnak, nem ők, hanem az egy más valami, részben elpusztítják, részben pedig ez egy furcsa dolog, tovább viszik ezek egyébként a monociták, aki laborban járt, az már látott ilyet labor leleten, amikor ott föl vannak írva a különböző fehérvérsejtféleségek, és ott van a limfociták, monociták, stb. És a monociták azok, amik itt cirkálnak, és azok elviszik a limfocitákhoz, és bemutatják neki, hogy ezt fogtam, egy kicsit így megszemélyesítve viccesen mondom, ezt fogtam, akik szintén végignézik, hogy ez milyen szerkezet, és akkor el kell dönteni, na most ez is egy nagyon fontos dolog az immunmechanizmusok sorában, hogy el kell dönteni, hogy közömbös ez a szerkezet ránk nézve. Gondoljatok, egy csomó olyan vírus, baktérium van, ami eszi, úgymond nem kapunk mást, ezek belénk jönnek, közömbösek ránk, nem okoz semmi problémát, nem foglalkozunk velük, nem védekezünk ellenük. A másik részük, gondoljatok például a tejsav baktériumokra, aminek nagyon fontos szerepe van, sok vonatkozásban a szervezetünkben, azokat azért nem űzzük ki, mert hát az nem volna jó. És hát ott van a káros baktériumok, vagy káros vírusok, ugye, mint például a koronavírus, az nagyon nem kellene nekünk, és akkor az immunrendszer elkezd ellene küszködni, dolgozni. Na most hogyan dolgozik ellene? Több minden módon. Hát egyrészt van ugye a sejtes immunitás, hogy megpróbálja megenni, szó szerint fölfalni ezeket a vírusokat. Másrészt pedig termel olyan immunfehérjéket, amik szétpróbálják bontani a vírusokat, szét is sikerül nekik, többé-kevésbé, és hát ugye a harmadik nagyon jó gazdaságos biológiai értelme, gazdaságos mechanizmus, hogy antitesteket csinál ellene. Ezzel azt kell érteni, hogy olyan immunfehérjéket állít elő, ez lesz ugye a védőoltások alapja is, hogy olyan fehérjéket állít elő, ami meg tudja kötni, rá tud kötődni erre a vírusra, úgy, ahogy van, egy az egyben rákötődik, úgy, mint egy kulcs belemegy egy zárba, de pontosan illeszkedik, teljesen tökéletesen, és a vírus nem tud tovább onnan tovább jutni, és aztán nagyon szépen szétszedik a fehérvérsejtek, és gyakorlatilag megszűnik a vírus létezni, mert ezek az antitestek megkötik. Tehát tulajdonképpen ez a védekezési mechanizmus nagyon-nagyon leegyszerűsítve, persze itt most nem soroltuk fel a különböző sok-sok-sokféle immunfehérjét, amik a legkülönbözőbb módokon próbálják védeni a szervezetünket a különböző betolakodóktól, amik ellen hát valahogyan védekeznünk kell. Tehát tulajdonképpen ez egy háború a betegséggel, és amit te most leírtál, az tulajdonképpen nem más, mint egy jól működő immunrendszer, tehát föl van fegyverkezve, és ki tudja ütni ezeket a betolakodókat, vagy akár meg tudja enni, és jól is lakik velük. Mi van akkor, hogyha mondjuk ez az immunrendszer gyenge? Na akkor nagyon nagy baj van, de itt azért szeretném hangsúlyozni, hogy az általánosságban az immunrendszer nem gyenge, ezt nagyon sokan gondolják, majd mindjárt mondok erre példát. Két olyan eset van, az egyik a beleszületett immunhiányos állapotok, ez egy genetikai betegségcsoport, na ez egy nagyon súlyos betegség. Itt már kisbabakorban súlyos fertőzéseket nem tud az immunrendszer kivédeni, és hogyha ezeket a gyerekeket bizony nem kezelik úgy, hogy különböző immuntesteket juttatnak beléjük, akkor hát ezek a gyerekek egyszerű fertőzésekbe is belehalnak. Ez egy nagyon súlyos helyzet, ma már azért kezelhető, régen nem lehetett velük semmit csinálni, nem voltak ilyen immunfehérjék, nem lehetett előállítani, a tudomány nem jutott odáig. Na ez az egyik csoport. A másik, amiről szintén sokat hallottatok régebbi időben különösen, a szerzett immunhiányos állapot, hát legismertebb példája az AIDS betegség, ahol a HIV vírus a fehérvérsejteket támadja, pont azt, ami az immunitásnak az alapja, jó helyen van, ügyes biológiai értelemben, mert pont azt kell megtámadni, akkor nem tudnak ellene védekezni. Azt megtámadja, és szép lassan, szintén különböző fertőzésekben, ha nem kezelik ezeket a betegeket, de hát ma már tudjátok, hogy kezelik, de ha nem kezelik, súlyos fertőzésekben akár meg is hal. Az emberek azt gondolják, és mondok megint gyakorlati példát, van, aki azt mondja, hogy hát én nem tudom, hogy van, hogy a barátom megkapta ezt a koronavírust, hát mondták meg, hogy pozitív, 3 napig náthás volt, és ette a kefét, hogy így mondjam, hogy 10-14 napig otthon kellett maradni, kutyabaja nem volt, nem mehetett ki még a házából se, hát még az udvarára, igen, de egyébként nem mehet el sehova, mert ő fertőz, és kutyabaja, és gyönyörűen átment rajta,
A másik meg kérem, súlyosan beteg, nem hogy 10 nap alatt múlik el, vagy 4 nap alatt, hanem 3 hónapulva is nagyon rosszul érzi magát, és még nincs rendben, holott már nem is fertőz, már nincs benne a vírus, a tesztek negatívak. És akkor ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy hát persze, aki könnyen átment rajta, annak biztos erős az immunitása, aki meg nagyon nehezen, annak gyenge. Nem így néz ki a dolog. Nem, ennél sokkal, hát részben bonyolultabb, részben egyszerűbb. Valószínű az történik, hogy akinél könnyebben megy át rajta, ott nem immunitás erősségről van szó, hanem arról van szó, hogy a szervezet másképp reagál a vírusra, és a vírus által bevitt fehérjékre, mint annál, aki súlyosabb állapotba kerül. Miért van ez a más reakció? Ennek valószínűleg genetikai okai vannak, de azért, ha megfigyelitek, a koronavírus fertőzötteknek kb. 80-82%-a tünetmentesen, vagy legalábbis kisebb tünetekkel nagyon könnyedén átmegy rajta. Hát a maradék 18%, akiből kitevődnek ezek a nagyon súlyos betegek, ott sem mindegyik, csak a nagyon súlyos betegek. Na most itt van egy nagyon fontos dolog, amit én tőlem nagyon sokat megkérdeztek már tavasz óta, hogy hát hogy lehetne az immunrendszert erősíteni? Hát szerencsére, hál' Istennek sehogy, gyengíteni se tudjuk, szerencsére, semmilyen gyógynövényen, meg vitaminokkal, ásványanyagok nem lehet ezt erősíteni, nem is nagyon kéne. És pontosan most látjuk a COVID-betegség esetében, hogy akik a lélegeztető készüléken vannak, azoknak nem kis része, nem azért van olyan súlyos állapotban, mert olyan nagyfokú a vírus fertőzése, hanem azért, mert olyan erős immunreakciót alakít ki a szervezete, ami aztán már a szervezet működését is súlyosan károsítja. Na most, hogy ez miért jön létre, valószínű genetikai okok vannak a háttérben, a vírus kötődésével kapcsolatos genetikai okok, talán belejátszhat az is, hogy milyen baktériumok vagy egyéb vírusok vannak a nyálkahártyáikon. Tehát itt sok tényezős dolog, nagyon vizsgált kérdés ez, de éppen az a baj az ezeknél a betegeknél, hogy nagyon erős az immunreakció, ami már a szervezetet károsítja, itt mindent bevet ilyenkor a szervezet, nem is tudjuk, hogy miért, úgy szoktuk mondani, hogy ágyúval lő verébre, mert nem kellene, mert a másik, a betegek nagy részénél ez nagyon könnyedén lezajlik, tehát semmi problémát nem jelent, nem lesz ekkora reakció. Tulajdonképpen ez a súlyos, gyulladásos immunreakció, ami a citokinektől, halljátok is ezt a fogalmat, hogy citokin vihar. Ezek immunfehérjék például, a TNF-alfa, és így tovább, hát van egy csomó az interleukinek, maga az interferon, ezek mind-mind tömegével termelődnek, de nem kellene ennyi, mert a vírust nyugodtan az antitestek meg tudnák kötni. Mondom még egyszer, nem nagyon világos ez a folyamat, hogy bizonyos személyeknél ez miért jön létre. Na most képzeljétek el, hogyha ezt egy gyógyteával, vagy vitaminnal, vagy bármivel mi elő tudnánk idézni, hát ne is beszéljünk róla. Úgyhogy még az elkészítés is borzasztó. Tehát én szoktam mondani, az immunrendszert nem erősíteni kell, szerencsére mondom még egyszer, nem lehet, hanem normálisan kell táplálkozni. Igen, a kellő vitaminellátottság az nem baj, ha megvan. Persze, ez rendben van, de az az egész szervezetünk működéséhez kell, nem csak az immunrendszer működéséhez, hát az az egész szervezetünk, a másunk működéséhez, szívünk működéséhez, nem tudom én bármit sorolni. Hát a normális táplálkozás kell, sokat tartózkodni a szabad levegő, hát a megfelelő táplálkozással, megfelelő mozgással, az előlét, úgymond a vitalitás megtartásával az immunrendszer is normálisan fog működni. Aki egyébként, mert ezt szokták tőlem megkérdezni, még ezt is hadd mondjam el nektek, hogy aki mégis azt mondja, hogy na de mi van akkor, hogyha ő neki kevés az ilyen-olyan immunsejtje, vagy immuntestje, mondjuk a natural killer sejtek például, van ilyen sejtféleség, vagy esetleg bizonyos immunfehérjék kevésbé termelődnek, kicsi esélyű, tehát aki akarja, indok nélkül is magánlaborokban ilyen vizsgálatot megcsináltathat, hát nem nagyon látom értelmét, mert ha egy egyszerű, úgynevezett minőségi, kvalitatív vérképet valaki megcsináltat, és abban a fehérvérsejtjei, esetleg az immunglobulinok, ezek alap immunfehérjék, a gammaglobulin szintje rendben van, akkor tulajdonképpen nem nagyon érdemes tovább nézegetni.
De hát vannak olyan betegek, nekem is volt ilyen, aki mondta, de ezt csináljunk, meg azt csináljunk, meg hát mondom, figyelj, ha fizeted, akkor csináljuk. Semmi akadálya, de persze kijött a negatív eredmény, nagyon boldog volt. Hozzá kell tenni, akiről beszélek, olyan beteg, aki hát inkább egy kicsit depressziós, szorongó, pszichés dolgok miatt mindig a testi bajait keresi, ki minden baját nem fogadja el a lelki bajokat, hanem mindig azt keresi, hogy a testében milyen baj lehet, de hát ezeket szeretni kell nagyon, és vigyázni kell rájuk, nehéz betegek, de hát sokan vannak ilyenek. No tehát még egyszer mondom, ne tessék erre egy gyógyteákra, ilyen vonatkozásba költeni pénzecskét, meg C-vitaminról se. Soha senki nem igazolta tudományosan, hogy az immunrendszere bármit is csinálna. És ha meggondoljátok, amit az előbb mondtam, hát ugye az immunrendszer működésében mit is akarnék erősíteni, mert ugye a fehérvérsejtek ott cirkálnak a nyálkahártyákon, azok meg fogják találni a betolakodót, azok el fogják vinni a limfocitákhoz, az pedig, hogy antitestet milyen hamar alakít ki, hát annak van egy biofizikai, biokémiai ideje. Tehát molekulák azok nem jönnek létre egyik pillanatra másikra, hát annak megvan egy fizikális ideje, amíg bizonyos molekulákat meg tud csinálni a szervezet. Hát biológiai tényekből következik, ezt nem tudom meggyorsítani, nem tudom azt mondani, hogy hát ez olyan, mint ha valakinek azt mondom most, bocsánat a hasonlatért, hogy csinálj 10 perc alatt a levest, vagy 5 perc alatt. Hát meg lehet próbálni, de nem biztos, hogy jó étvágyal fogjuk megenni. Hát annak is van egy ideje, amíg az elkészül. Nyilván az immunrendszert nem tudom ilyen irányba befolyásolni, de hát nem is kell, még egyszer hangsúlyozom. Egyébként gyengíteni se tudjuk az immunrendszert, hát persze ilyen butaságot senki nem akar csinálni, de önmagában gyengíteni sem tudjuk, tehát nincsenek olyan megoldások, illetve bizonyos betegségekben szükség van az immunrendszer bizonyos működésének a gyengítésére, mondod csak a kortizol kezelésre. És megint egy érdekesség, hogy néha azt mondtuk, hogy a szervezet minden élő sejtje fölismeri önmagát, hogy el tudja különíteni másoktól. Igen ám, de van olyan immunhiba, amikor a szervezet idegennek ismeri fel a saját sejtjeit, gondoljatok csak például a reumatoid artritisre, ugye az ízületi gyulladásra, ahol elkezdi az ízületi tokot támadni az immunsejt és az immuntestek, mondván, hogy az idegen, de hát valójában nem idegen, az benned van, hozzád tartozik, de ettől eltekintve elkezdi támadni. Na, ilyen esetben ezt gyengíteni kell, ma már egyébként vannak olyan gyógyszerek, amivel konkrétan azt a fehérjét meg tudom kötni, azt a molekulát, ami ezt a támadást csinálja bizonyos esetekben. Tehát ez az autoimmun betegségeknek a nagy-nagy csoportja, sok ilyen autoimmun betegség van. Ebben valóban szükség van az immunrendszerbe valamilyen szintű beavatkozásra, adott esetben mondom, akár ilyenre. De erősítésre arra nincsen szükség, az előbb mondtuk a szerzett immunhiányos állapotot, de mondtuk a veleszületettet is. Na, de ott sem arról van szó, hogy ilyen súlyos, akkor most így mondom, hogy a rádióban halljátok, citokin vihart kellene létrehozni, Isten őriz, hát akkor biztos, hogy meg is hal a beteg. Arról van szó, hogy bizonyos immuntesteket, amiket genetikai okból nem tud termelni a rendszer, és emiatt fogékonyabb a fertőzésekre, de súlyos fertőzések alakulnak ki, tehát nem egyszerűen csak náthás lesz, hanem nagyon súlyos fertőzések, egyszerű úgy mondjuk, hogy banális baktériumoktól, amik bennünk, rajtunk is élnek normálisan, ők súlyosan betegek lesznek, na most őnáluk bizonyos immuntesteket lehet bejuttatni, amik ezt a védekezést lehetővé teszik. Tehát ott sem arról van, hogy az immunrendszert megerősítjük, fölcsavarjuk, mint a rádiónak a hangszóróját, hogy viccesen mondjam, hogy na, hadd szóljon anunk neki, tudjátok, szokták mondani, régen adunk egy kis kakaót neki, tehát ez nem így van, hanem ott is csak bizonyos működésekbe lehet és kell belelépni. Műsorunk másik nagyon fontos témája a vitaminok, térjünk is rá ezekre. Milyen vitaminok vannak, hogyan épülnek be a szervezetbe, és nagyjából mennyi idő alatt épülnek be a szervezetbe normál körülmények között, vagy olyan ember esetében, aki mondjuk korábban nem szedett vitaminokat, de rájött arra, hogy mégiscsak kéne valamit tennie azért, hogy az egészségi állapotát megőrizze. Ez egy fontos és lényeges kérdés. Most abból indulunk ki, hogyha valakinél a vitamin szint mondjuk feltűnne el alacsony, és lehet ezt mérni, de nem nagyon érdemes, hát bizonyos esetekben van rá szükség, de azért nagyon ritka, hogy ezt mérni kellene.
Általában a vízben oldódó vitaminok, a C, B vitamin, tudjátok, ezek vízben oldódnak. Ezek nagyon gyorsan beépülnek, és hát vegyünk egy skorbutos beteget, nincs ilyen már, de most csak elvis példát mondok, hogy a C vitamin hiányos skorbutos beteget, ugye régen volt, hát onnan jöttek rá, hogy egy gyümölcsöt kell enni, és akkor abban kellő mennyiségű C vitamin benne van. Hát azt néhány nap alatt rendbe lehet hozni C vitaminnal, tehát ez szinte órák alatt a szintjén, ugyanígy mondjuk a B vitaminok esetében, ha nagyon súlyos hiány alakul, aki felszívódási zavarok miatt például, akkor órák alatt javítani lehet a szintjét, és a súlyos idegrendszeri tünetek is órák alatt már csökkennek, és néhány nap alatt teljesen megszűnnek. A zsírban oldódó vitaminoknál, mondjuk gondoljatok például az A-vitaminra, vagy az E-vitaminra, vagy a D-vitaminra, ott már sokkal lassúbb ez a folyamat, ott már hetekre van szükség, ha pláne teljes vitamin hiány alakulnak. Például valakinél mondjuk egy A-vitamin szintet megnézünk, és nagyon alacsony környékén van, hát akkor bizony néhány hét is kell, hogy teljesen normalizálódjon, és akkor fog majd a bőrképletei, a hámok, ahol károsodik ilyenkor a szervezet például, vagy ugye a látását, most nyilván nem egy vakemberre gondolok, mert arra most nem akarok poénkodni, viccelni, nehogy félreértsétek, de hát vakember már jobban látni nem fog az A-vitamintól, ha eddig se lát semmit, de hát nyilvánvalóan, hogy például a látászavart okozhat az A-vitaminnek a nagyobb hiánya. Ez bizony hónapokat is igénybe vehet, hogy a kellő szinttel a látóidegkártya állapota is javuljon. A D-vitamin az is zsírban oldódik, ugye ez egy érdekes kérdés, D-vitamin hiányosak vagyunk, ezt nagyon sokan vizsgálják az utóbbi 20-30 évben, és bizony kiderült, hogy a D-vitaminnak a sejtosztódáson kívül az anyagcsere legkülönbözőbb folyamataiban nagyon-nagyon fontos szerepe van, és ma nagyon sokan azt mondják, hogy ha a D-vitamin ellátottsága az embereknek jó lenne, akkor nagyjából 10 évvel élhetnének tovább, de szkeptikusok is azt mondják, hogy hát 4-5 évvel biztos. Daganatok ritkábbak lennének, és sok-sok érrendszeri kórkép cukorbetegség kialakulása is határozottabban megritkulna, és ezt a magyar vizsgálatok épp úgy mutatják, mint Európa szerte, hogy a D-vitaminból nagyon rossz az ellátottságunk, hát manapság szinte ez az egyetlen vitaminnak a szintjét nézegetjük a labban, mert hogy annyira fontos kérdésé vált ez, és tényleg a gyakorlatban lehet egyértelműen tapasztalni, hogy a D-vitamin hiány az nagy baj. 2-3 ezer nemzetközi egység D-vitamint minden nap vegyen magához felnőtt ember ebben a téli időszakban, mert akkor van esélye, hogy a D-vitamin szintje az a normál tartományba fog menni, és hát persze, aki akarja, az megnézheti a laborba, és akkor ottan ki van írva, hogy normál tartomány, alacsony tartomány, netán magas tartomány, erre kicsi az esély, de még az is lehet, de jó lenne, ha minél több ember kapna. Tehát magyarul akkor nem csak a napból lehet D-vitamint szerezni, hanem vannak erre készítmények is. Vannak erre készítmények, pontosan így van, ez nem a reklám helye, tehát én most nem mondhatok gyógyszerneveket, de a patikában segítenek ebben, több olyan van, ami vény nélkül is kapható. Azt ne kérdezzétek meg, hogy hogyan az, hogy az 1000 nemzetközi egységes D-vitaminból 1-2 az vényköteles, ugyanakkor a 3000-esből meg nem egy van, ami úgy mondjuk ezt, hogy szakszerű OTC-s, tehát vény nélkül kapható. Egyébként valószínű azért van, mert az adott gyártó nem kérte, hogy vény nélkül kapható legyen. Nagyon fontos, amit Csabi mondott, ez egy lényeges kérdés, pont az a baj, hogy a mérsékelt éghajlati égőn, ahol mi még egyelőre élünk, itt a napsugárzást kevésbé tudjuk igénybe venni. Tudjátok, hogy kevesebb a napos órák száma, mint a trópusokon, ez ugye logikus. Na de a másik oldala az a dolognak, hogy a mai ember még annyit sincs a napon, mint amit a régi ember volt. Rengeteg ember irodákban dolgozik, egyáltalán épületben van bent, tehát gyakorlatilag nem éri az ibolyántúli sugárzás, vagy csak nagyon kevésbé éri. Aztán, ha kimegy a strandra, akkor még jól leégeti magát, akkor ugyan lesz benne D-vitamin, nem a leégés miatt, hanem akkor megy be a napsugárzás miatt, keletkezik benne D-vitamin. Na de hát a leégéssel meg csomó kárt is csinál a bőrén, ha nem figyel oda. De ami érdekes, hogy még, és ezt most már megfigyelték Európa sok-sok területén, talán Dél-Európában kevésbé, hogy annak ellenére, hogy nyáron többet napoznak az emberek, ennek ellenére a vérben mérhető D-vitamin szint mégsem éri el a normál tartomány megfelelő értékét, tehát annak is az, hogy a közepén vagy annak a felső részében van, hanem inkább a legjobb esetben is az alsó rész körül mozog. Tehát nem véletlenül mondjuk úgy, ahogy Csabi mondtad, hogy igen,
kell ilyen készítményeket szedni, de egyszerűen nem tudjuk másképp megoldani a D-vitamin bevitel. Hát most természetesen csuka májolajat lehet inni, de van, aki azt mondja, na jó, talán ezt most nem annyira, de avval sem biztos, hogy hát meg tudok inni annyi olajat, hogy kezdő szintet elérjek, hát alacskát is lehet tenni, azzal jobban hangzik nyilván, de nem tudjuk ezt megoldani. Tehát többet kell bevinni, mert nagy vizsgálatok tényleg igazolják, de ez nem úgy gondolják, hogy ez egy-két éves valaki, hogy a hasára ütött, azt, na, akkor most csináltunk ilyen vizsgálat, hogy jó lesz így. Nem így van ez, hanem itt 15-20 éves vizsgálatok egyértelműen igazolják a D-vitaminnak a kellő szintjének a fontosságát. És nem csak a svédeknél vagy a finneknél, mert az, hogy persze ott éjszakon sötét van. Hát igen, ottan sötét van, de ennek ellenére Európa más területére is igaz ez. Így van. Még az E-vitaminról nem emlékeztünk meg az előbb, nem mondtam, annak is van jelentősége például az érrendszer védelmében, tehát azért az E-vitamint is gabonafélékből magunkhoz tudjuk venni, ott a kellő szintet tudjuk biztosítani, nem kell tartani. Ettől magvakból, gabonafélékből például magunkhoz tudjuk venni, és ott is jelentősége van például az érrendszer védelmében, a sejtosztódás vonatkozásában. Régen még ezt is felvetették, hogy fiatal nőknél a peteérés vonatkozásában is, ami valóban igaz, de tudjuk azért, hogy ennek a szerepe kisebb mértékű, mint ahogy régen ezt elgondolták. Egyértelműen van szerepe ott is, de ami ennél fontosabb az érrendszer védelmében. Az A-vitamint említettük, ugye, de ott az A-vitamin esetében a beta-karotin az előanyag, és ugye a beta-karotin kellő szintjének a biztosítása is kifejezetten igazolt, hogy érrendszer védelmi hatása van, az ér belfelületét védi, segíti az érnek a falának a védelmét. Hát a K-vitamin, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye pont az immunitásról beszélve, a kóli baktérium termeli, ott a vékonybél alsó részében a K1 vitamin, és ez a K1 vitamin nekünk nagyon fontos, mert a véralvadás szabályozásában játszik döntő szerepet. K1 vitamin nélkül súlyos állapotba kerülnénk bele is hallánk, tehát a K1 vitamint a kóli baktérium termeli. Na most persze, hogy a kólit onnan nem űzzük ki, mert hát az immunrendszer annyira nem butuska, hogy ami neki jó, az kiűzze. Na igen ám, de hogyha a kóli kijön a végbelünkön a széklettel, és mondjuk gondoljatok hölgyekre, hogy is mondjam, a testnyílások elég közel vannak egymáshoz, és átsétál a húcsőbe, és hát körbe akar nézni azért ott milyen világ van arrafelé, és akkor bemegy a húgyhólyagba, akkor nagyon szép kóli baktériumos hólyaghurutot, hólyaggyulladást tud csinálni, néha hónapokig alig lehet kivűzni, és miért engedi az immunrendszer? Az immunrendszer nem engedi, mert meg fogja kérdezni tőle, hogy te hogy kerülsz ide, mert ahol voltál, ott nagyon jó helyen voltál, de itt nincs rá szükség, és megpróbálja kivűzni. Tudjátok, kicsit viccesen, hadd mondjam, olyan ez, mint amikor azt mondjuk, hogy kopasz ember fején egy hajszál az nagyon kevés, de a bablevesben egy is sok. Tehát valami ilyen hasonló helyzetről van szó, hogy oda nem kéne legyen, és hogy még a mikrovilág is szabályozott, hogy hol kell annak lenni, és hol nem kellene lenni, hol tudjuk annak a megfelelő hasznát kiaknázni, mert egyébként a mikrobiom, erről nagyon sokat olvashattok manapság már, legalább 5 kiló baktérium, meg vírus, meg gomba él rajtunk, meg bennünk, és ennek a szerepe rendkívül fontos. Tehát a daganatvédelemtől kezdve sok-sok-sok vonatkozásában ennek rengeteg szerepe van, és ez a bonyolult egyensúly, ez évszázezredek, ha nem milliók alatt jött létre, ezek az ökoszisztémák kölcsönösen hasznosak, mert nekünk is jó, de valószínű mi is nyújtunk azoknak a baktériumoknak valamit, amiért ő velünk marad, és így megegyezünk szépen, és amíg nem borul föl a rendszer egyensúlya, addig jók vagyunk. Amikor fölborul, na hát akkor van baj. Hát ez egy csodálatosan nagyon kutatott terület a mai világban, és sok kutató foglalkozik ezzel a kérdéssel nagyon helyesen, mert a jövő vonatkozása, ennek a jelentősége, betegségek gyógyítása vonatkozásában is, meg a megelőzés vonatkozásában is valószínű, igen nagy jelentőséggel fog bírni. Összefoglalva az elhangzottakat, akkor ha jól értem, nem azért kell vitaminokat szednünk, hogy például védekezzünk a vírusokkal szemben, hanem az általános egészségi állapotunk biztosítása érdekében? Abszolút, nagyon-nagyon tökéletesen látom, akkor jól mondtam, ha mindenki megérti. Ez pontosan így van, hogy nem az immunrendszer kell stimulálni, hagyjék el békében, nem is lehet, de működik az, nincs avar baj, hanem normál működés vonatkozásban érdemes vitaminokat szedni. Hát nagyon sok vitamin kapható, de az egy nagyon érdekes kérdés, és sajnos a világon nincs
nincs konszenzus abban, hogy mely vitaminból milyen mennyiségre van szüksége az emberi szervezetnek. Ezt azért is nem lehet ilyen egyszerűen meghatározni, mert laikus szemmel az ember azt mondja, hogy kérem, akkor mondjuk meg, hogy hány milligram, vagy hány mikrogram, vagy nem tudom, ennyi, annyi kellene ebből, abból, amabból. Na most ezt azért nem lehet meghatározni, tudnék. Egészen más mennyiségre van szüksége mondjuk egy pásztorembernek, aki kint van állandóan a mezőn és ott dolgozik, egész más mennyiségre van szüksége, aki állandóan a szobába ül és számítógépezik, és egészen más mennyiségre van szüksége egy afrikai embernek, aki ott növényeket fogyaszt, és olyan állatokat, amik otthonosak, mint aki mondjuk itt él, és ez most csak egy-két szempont volt, de ezen túlmenően még egy csomó kérdés van, ami nem tisztázott, és hát a világ ezt úgy próbálja igen megoldani, hogy minden országban hivatalosan elfogadott gyógyszerkönyvek meghatároznak bizonyos mennyiségeket, ami tólik határon belül az ajánlott. Ezt tudományos vizsgálatokat próbálják alátámasztani, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az biztos, hogy pont annyi kell, vagy annál kevesebb, vagy annál több, de ez arra mindenképpen jó, hogy az a mennyiség, ha akár az folyamatosan is szedi valaki, akkor sem okoz mellékhatásokat, legalábbis súlyosakat semmiképpen nem. Na most ez azért lényeges, és nagyon jó, amit Kata fölvetettél. Sokan fölvetik azt a kérdést, hogy vitaminokat is lehet-e túladagolni? Hát hogy ne lehetne? Súlyos következményei is lehetnek, ha valaki az A-vitamin túladagolja. A C-vitaminra is, ugye azt szoktuk mondani, az vízben oldódik, hát kiürítjük, akár 1000, 2000, 3000-et is szedhetünk naponta. Szó nincs róla, ugyanis a vesébe kövesedést indíthat el. Hát tudjátok, patikába bemennek, drágám, vegyünk kettőt, vegyünk hármat, szedjük, nem baj, hát szedjük, jó lesz a C-vitamin, hát most bocsánat, kicsit a viccért, de értitek a fogalmat, tehát nem szabad a vitaminokat se túladagolni, van annak limitált határa, és egyébként is, úgy, ahogy Kata utaltára, enni kell normálisan, étkezni kell rendesen, sok fehérjét, sok növényt, húsokat is lehet, minél több halacskát, lehet egy kis marhahúst, kis csirkét, ugye sokat, pulykát, érvédelem szempontból még mindig a legjobb a pulyka, legkevésbé koleszterindús hús és védi az érrendszert, érsebészek tudnának róla mesélni, hogy milyenek az ereink. Normális táplálkozással általában nem leszünk vitaminhiányosak. De ha valaki úgy gondolja, hogy na jó, de hát azért most nem tudok mindent beszerezni, meg tél jön, meg nem tudom, hát ez nincs, az nincs, nem tudok menni a Covid miatt se annyira úgy vásárolni, örülök, hogy gyorsan vásárolok, hazamegyek, nem tudok ott válogatni, mint régen, hát oké, akkor szedjen valami vitamin készítményt, azért abban biztos bejut kellő mennyiségű, de elég, az nem kell túlzásba vinni. Én úgy gondolom, hogy nagyon részletesen körbejártuk a vitaminokat és az immunrendszert. Nagyon szépen köszönöm, hogy nem hiába vártuk a vendégünket, dr. Kis Jánost a mai műsorba, hiszen most is pont ugye, hogy a tavaszi műsorban is érdekes és egészségmegőrző tanácsot kaptunk tőle. Köszönöm szépen a felkérést, és itt a kedves hallgatóság felé is mondom, hogyha bárkinek valamilyen kérdése van, vagy engem szeretne közvetlenül elérni, akkor Csabikánál megtalál engem, Kata is tudja az elérhetőségemet, és akkor fölhív, megbeszéljük, ha valakinek személyes gondja van, tudjátok, ezt tavasszal is mondtam, és hát Covid-ra visszatérve csak egy befejezésként várjuk a védőoltást, és az immunrendszer, hát mondjuk stimulálása, de ez így nem is helyes kifejezés, de mondjuk az immunrendszer működése szempontjából a védőoltás lesz a jó megoldás, azért az lesz a jó megoldás, mert az kész antitest képzésre fogja az immunrendszer serkenteni, és tulajdonképpen sokkal jobban le tudjuk győzni a vírusokat, és hát gondoljatok a többi védőoltásra is, kanyarú ellen, ott a védőoltás nálunk nincs kanyarós. Ahol nem adják be az oltást, azt mondja kanyarós. Gondoljatok a bárányimlő ellen oltásra, milyen jó, hogy nincs bárányimlő nálunk, mert van védőoltás, és hát hadd ne soroljam, hogy csak olyan lehet mondani, hogy a vakcina, ugye, tudjátok a tehénnek én nevéből ered, ugye a vakka, ugye tehén, és onnan ered, mert a tehén himlő volt, ami ellen megpróbáltak ilyen módon védekezni, és az emberiséget sok betegségtől lehetett megmenteni, ne féljetek a védőoltásoktól. Annál rosszabb nincs, mint hogy valaki Covid betegségben fekszik a intenzív osztályon, míg hogyha a védőoltástól talán esetleg lesz is némi kis reakciója, de az se biztos, de az sokkal jobban el lehet viselni otthon, mint hogyha a lélegeztetőkép felé tart az illető, azt már nem is mondom, hogy rákerül, de mondjuk ott fekszik bent, és nagyon-nagyon rossz állapotban van,
éppen mondjuk levegőt még tud venni, de senki nem gondolja ezt, hogy ez lenne a megoldás, nem kell félni az oltástól, ne hallgassatok az oltás ellenzőkre, ez nem tudományos megfogalmazás, amit mondanak. Lesz oltás előbb-utóbb, és nagyon jó minőségű oltások várhatók, ahogy itt halljuk ezeket, meg írják itt a tudományos írások is. És kérem, boldog ünnepeket mindenkinek! Most bocsánat, egy kicsit ilyen viccesen mondom, de nem vicc, komolyan értem, hogy covidmentes napokat és karácsonyt és boldog új évet, valószínű kicsit más lesz az idei, mint ahogy szoktuk, de majd vége lesz ennek is. Vigyázzatok magatokra, és bárki hív, keres, akkor segítek. És köszönöm Csabi neked is, Kata, neked is a felkérést. Én is mindenki nevében köszönöm, János, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Most búcsúzik a VGK hangos hírmondójának vendégváró rovatával a két műsorvezető, Miksrédai Csaba és Bönde Katalin. Ajánlom figyelmükbe média csatornáinkat, az Egyesület, a Műsor és a Közösségi Civil Szervezők Facebook oldalait, a VGK hivatalos YouTube csatornáját, ahol a korábbi adásaink is visszanézhetőek. Az Egyesület weboldala vgke.com, a műsor e-mail címe pedig hangoshírmondó@vgke.com. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Vendégváró, a VGK hangos hírmondójának riportsorozata. Kultúra, szórakozás, közélet, megküzdési stratégiák a két műsorvezetővel, Bönde Katalinnal és Miksrédai Csabával. Vendégváró. Online adások, nem csak online témákról.